Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket a negyedik sportünnepen, ami azért jött létre, hogy méltóképpen köszönetet mondjunk azoknak a sportolóknak, akik teljesítményeikkel kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt évben, példát állítva társaiknak és a város lakosságának egyaránt. Tavaly a koronavírus járvány okozta lezárások miatt ezt az alkalmat nem tudtuk megszervezni, bár készültünk rá. Az esemény a köszönetnyilvánítás mellett emlékeket ébreszthet, jó érzéssel töltheti el a résztvevőket, hiszen egy-egy eredmény mögött sok közös készülés, áldozat, lemondás áll, de annak elérése után már a következő kihívás van soron, nem a visszatekintés. Pedig a jövő az eddigiekből is táplálkozik. A múlt fontos az egyén és a biztatásra váró környezet szempontjából. A most ünnepelt 2021-es év sok tekintetben más volt, mint a legtöbb. A 20 magyar érmet felmutató tokiói olimpia, ami a kajakosok diadalmenete volt, egy nyergesi kötődésű eredménnyel is büszkélkedhet a kenus Adolf Balázs sikereként. Tavaly, amikor a világjátékok alatt Millei Dénes barátunk sporttörténeti javaslatai gyűjtötte össze, olimpiai sikereknek is emléket akart állítani, ezt majd helyette megtesszük. Ezek a nyerges illetőséggel is rendelkező Mannó Miltiádész munkásságával indultak, aki a 20. század első harmadának fiatalon elhunyt különös művészpolihisztora, sportembere. Úszott, futott, atléta volt, a kerékpáros és síelő sportágakban is szép sikereket ért el. Mindemellett válogatott labdarúgó, országos kerékpárverseny bajnoka, az 1912-es stockholmi olimpia evezőse, grafikusként ő tervezte a Fradi turulmadaras jelvényét, nem mellesleg a mi Propátria emlékművünk domborművét, és sorolhatnánk tehetségeit. Olimpián ezután két, ma is közöttünk élő íjászunk, Szobi Margit, akit ezúton is üdvözlünk körünkben, és Balázs István vett részt. A tavalyi év globális sport szépsége a ma is ünnepelt helyi sikerek mellett tehát az olimpia. Kiemelt nehézsége a sportéletre különösen nehéz terhet jelentő járvány, ami még erre a rendezvényre is hatással van, hiszen a korábbi keretekben többen nem lehetnének most velünk. A szervezett példamutatás különösen fontos akkor, amikor az óvodások, iskolások többsége csak az intézményi kereteken belül sportol, és a korábban aktívak közül is sokan elhagyták a versenyszerű sportolást. A nehézségek ellenére és mellett kiemelt tiszteletet és megbecsülést érdemelnek mindazok, akik ma díjat kapnak az íjászat, a kajakkenu, kickbox, labdarúgás, lovaglás, síugrás, sakk, tenisz, gokárt, futás, ultrafutás, teke, rádiós tájfutás és óriás műlesuklás területén. Ezek többsége városunkban is űzhető sportág. Vannak olyan városunkban szervezetten működő sporttevékenységek, amelyek megyei szintű eredménnyel jelenleg nem rendelkeznek, vagy más rendszerben versenyezvén teljesítményük másképpen mérhető. A vízilabda, az úszás, az aikido, a természeti járás, az asztali tenisz ide sorolható. Szép eredményeket érnek el az iskolai sportélet területén is a nyergesi diákok, ezeket az eredményeket az intézmények ünnepségein díjazzák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A város költségvetésében anyagi támogatást kap a sport, de talán fontosabb a helyszínek biztosítása és a közszolgáltatások finanszírozása. Ezért a támogatásért egyre több példaértékű sportteljesítményt kap a helyi közösség. A tavalyi évben egy új egyesülettel átvettük a teniszcentrum működtetését, mert félő volt, hogy téli lehetőség hiányában megszűnik a pezsgő teniszélet. A kisebbek számára fontosak a közösségi létre, a mozgásra rávezető szabadtéri játék lehetőségek. Ebben nagyot léptünk előre tavaly, és idén végre a Zöldváros szabadidőpark építése is elindul egy újabb pályázatból. Amennyiben folytatódhat a kormány sportfejlesztési politikája,
Egy tornateremmel kibővített tekercsarnokot pályázunk, és ha nem változnak az önkormányzatok saját bevételeire vonatkozó szabályok, a tervek között szerepel városi sportcsarnok és vizes létesítmény, strand, vagy, de nem és, nagyobb fedett uszoda építése is a középtávú tervekben. Hogy melyik legyen, a polgárokkal közös tervezés dönti majd el. Ezek a döntések nyilván a jelenlegi nemzetközi helyzet és következményeinek függvényei is. A ma díjazandó sportolók nem mindegyike részesül városi juttatásban, fentieket tekintve. Őket más, nem helyi egyesület, családjuk vagy család és szervezet együttesen támogatja. A családi segítség, ezt minden évben elmondjuk, minden díjazott esetében jelen van, anyagi, szervezési értelemben, hiszen alig van sportág, ahol az edzések, versenyek látogatása ne okozna folyamatos terhelést, fejtörést. Természetesen a legfontosabb, az edzői munka jelentőségét nem kell magyarázni. A sportvezetők, edzők sok esetben karitatív alapon, de minden esetben időt nem kímélő elhivatottsággal végzik feladatukat, amiben az edzésen kívül még sok egyéb is beletartozik. Az itt élő versenyzők komoly sikerét, példamutató életvitelét, sportszerű gondolkodását lakosságszám arányosan bármelyik település megirigyelheti. Minden évben, így most is kérem, tolmácsolják a versenyzés vagy mások miatt távol lévő sporttársaknak megbecsülésünket. Továbbra is adják át környezetüknek a sport szépségét, felemelő és életminőséget javító voltát. Minden nyergesi kötődésű és nyerges színeit bármely módon képviselő sportolónak eredményes 2022-es esztendőt kívánok. Képviselőtestületünk, önkormányzatunk minden sport szerető nyergesi nevében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.